tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nyújt hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Boldog új évet kívánva köszöntök mindenkit, nagy, -nagy szeretettel 2023-ban. Ez a Média Zabálók második epizódja itt a Parallaxis Univerzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Az emtv.hu már korábban létezett műsorunkat hihetetlen gyorsasággal kellett felélesztenünk Claudia váratlan betegség és a szubzsáner kényszerszünete okán. Így hát ebben az adásban nem egy kiforrat koncepció mentén készült műsort hallotok, hanem egyfajta útkeresést is, ezt kérlek nézzétek el nekünk. De igyekeztünk olyan témát találni, amely egyaránt élik a médiazabáló gondolt és a Parallaxis Univerzum megszokott stílusához és tematikájához. Nem árulok el nagy titkot, mai témánk egy rajzolt univerzumba vezet a képkockák szövegbuborékokkal teli világába, s bár ez az úgynevezett 9. művészet már a barlangrajzok óta velünk él, mai formája a 19. század végén alakult ki az Egyesült Államokban már a popkultúra részévé vált ez a tipikusan 20. századi műfaj, így a szuperhős filmek és a sorozatok árnyékában feltesszük a kérdést, manapság is tart még a képregények kora? Ezt a témát járjuk körül az űrszekerek alapító tagjával és a White Sun Podcast műsorvezetőjével, Faragó Dével. Szia, Dév! Sziasztok, köszönöm a meghívást! És a Parallax és Univerzum legújabb tagjával, aki nagy gyakorlattal rendelkezik a digitális tartalomkészítés területén is, Norbi Norbival. Szia, Norbi! Sziasztok, köszöntök mindenkit! Gyermekkoromban a 90-es évek elején a Semik Interprint képregényeit olvastam, ami nem csoda, hiszen az 1988-ban megalakult cég nevében a Semik, szó maga is képregényt jelent, a szó ugyanis a svéd szérien és az angol komik szóból lett összepattintva. Úgyhogy nekem az első képregényem a Transformers első száma volt, nagyon-nagyon-nagyon régen, de rajongtam a Teen Ninja is, és az utolsó képregény, amit forgattam, meg járattam, előfizettem rá, az, az X-szakták volt. De mikor vettetek a kezetekbe először képregényt, és mi volt az? Én először ö, olyan emlékeim vannak, hogy általános iskola elején járhattunk, és Garfield, Garfield volt az első képregény, amire én kifejezetten emlékszem, hogy ö, nem is tudom, már biztos szüleim vásárolták meg számomra, és addig azelőtt ö, csak a, a nem tudom, a napi vagy heti lapok végén utolsó oldalán volt egy-egy ilyen kis sornyi ö, rövid kis történet Garfieldból, Úgyhogy valószínűleg az alapján kértem őket, hogy vegyenek már egy teljes, egy teljes füzetet, és hát rongyosra, rongyosra olvastam azt, a, azt az első füzetet, amit nyilván utána sok más követett, de a legelső emlékeim azt talán egy ilyen Gárfieldos volt, de utána sorba jöttek a többi, többi képregény is hogy jól emlékszek, egy pár éve később belenyúltam bele komolyabb, komolyabb anyagokba is, még alien képregényem is volt, mondjuk nem volt túl sok belőle, azok jóval vastagabb, meg minőségű kiadások voltak, úgyhogy csak egy-kettő volt szerintem meg így a, 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 a saját kis készetemben, de ezeket nagyon sokszor elolvastam őket, úgyhogy, úgyhogy, már, már egészen, egészen fiatalon beszippantott így a képregény kultúra. Az Alien, az, de ezek magyar képregények voltak. Igen, persze, ezek mind magyar, igen, igen, igen. nekem egyértelműen a kockás magazinok, ugye a régi kockás, 80-as évek keményen. Ha hotában is voltak képregények, vagy például volt a Fülesnek ezek a képregény oldalai, illetve voltak ilyen képregény füzetek. Ezek a magyar képregény rajzolók, ugye a Cséhorvát is egyéb, tehát ezek a tényleg fekete-fehér képregények, ilyen regényfeldolgozások, illetőleg jöttek az amerikai filmfeldolgozások tehát ott is volt Alien, Star Wars, például a Fazekas féle magyar kiadás, ugye, ami, ami, gyakorlatilag egy, 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 picit máshogy volt ráadásul, és nem is volt azt hiszem licenszelve. Én viszont Ugye 90 es években már nem mentem bele a, akkor azért már azért elérhető Pokémon Transformers de nyilván láttam újságárusoknál, csak nem tudom, tehát nekem akkor egy kicsit ö, megszűnt az érdeklődés, de gyerekkoromban faltam. Tehát tényleg unokatesomtól, osztálytársaktól, tehát tudjátok, hogy a Dr. Justice, illetve akkor még Dr. Justice néven futott, Rahan, Piff és Herkules, a, a ducktales nek is volt, ugye nekem például németül is volt így ilyen vastag könyv, és akkor jöttem rá, hogy ezek valójában könyvként futnak mindenféle, és Németországban tényleg eljutottam egyszer egy képregényboltba, tehát ez a valódi, ahol voltak, tehát ilyen akkoriban egy-két márkáért. Tehát ott aztán veszegettem én is. És aztán a, a digitális korszak jött be, tehát ha most még mindig a, a képregényfizetekről beszélünk, ugyanis egy-két ilyen magyarító, honosító képregényportál megjelent. Úgy sem tudnám most pontosan felidézni a, 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 nevüket, de akik úgy böngészgettek 2010-es években mondjuk ott találkoztattak ezzel azért jó minőségű, tényleg nagyon jó minőségű magyarításukkal, amikor is tényleg rendesen be voltak kérva, ugye a, 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 szövegek is tök jó fordítások voltak, arra későbbi hivatalos kiadványokhoz viszonyítva is, például itt kiemelném a, a Star Trek képregényeket, nem tudom, tudjátok, a például Marvel és voltak régi, tehát 80-as, 90-es években, akár az új nemzedékhez kapcsolódóan, tehát régebbi sorozatok Deep Space Nine Voyager, illetve később ugye, nem tudom, hogy 2010-ben jött létre az IDW, amelyik azért több fronton ugye neki veselkedett, és elég komoly, tehát Star Trek licenszekkel rendelkezik, és azóta nyomja ugye, főleg a hát az úgynevezett Ebrems trilógiához kapcsolódóan ott voltak előzményképtelének utólagos kiadványok, és tök jó körül járták ezt a hát úgynevezett Kelvin idővonalat, tehát az új Star Trek mozifilmeknek a legénységének történetét tovább vitték, amit egy kicsit hiányoltunk, mert ugye egyszerűen a Star Trek mozifilmek eltűntek, jöttek ugye új sorozatok, ez az. Egyébként megjegyzem, hogy az új sorozatokhoz Discovery, Picard, ehhez is jönnek ki idw képregények, tehát azért jól kitöltik azokat a az évadközéléseket is például a Teremontnál. És jelentetnek meg kis füzeteket. Ugye három fizetek jön össze ugye egy sztoria, hogy általában. Még gyorsan az, hogy Star Wars, ugye nagyon szeretem a Star Wars univerzumot, és, és itt is rákaptam arra, hogy vannak képregény magyarítások. Egyébként azóta vannak teljesen hivatalos, gyönyörű szép magyar nyelvű kiadványok könyvek is, összefűzve, aki a füzetek kiadva. Először ezekkel a úgymond rajongói magyarításokkal találkoztam, és ezekből is szerintem száznál több ilyen fizet van így digitálisan. Például egy Darth Vader szériát ki lehet emelni. Tehát az egy egyébként ott a Star Wars univerzumban ez a Kánonnak minősülnek, már a Disney szerint is, valami egyébként nem, de alapvetően Kánoni képregények vannak, míg a Star Trekben el lehet mondani, hogy kvázi Kánon, mert azt mondták például a discovery is képregényeknél, hogy addig Kánon, amíg nem mondunk más, tehát tulajdonképpen ilyen beta Kánon ami érdekes, mert nem tudom, például a Marvel vonalon, hogy vagytok, például Norbi, neked így böngészgettem a, a podcastodat is, és rábukkantam, hogy azért ott vannak Marveles es tartalmat, például a vatív és egyéb, és azt abban az adásban ti említettek is, hogy ha bár ez animációs, az például nem kifejezetten képregényes, hanem inkább a mozifilmes, hát nyilván nem szívú sorozat, a vatív egy animációs sorozat. Én például kimaradtam a Marvel képregényekből, meg ugye a DC-ből is. Tehát nem tudom nektek, ez, 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 ez hogy volt? Mert azok, azokból is jöttek azért Magyarország. Igen, 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 jól mondod, jól mondod. Rengeteg sok forítás, tehát hivatalos verzió érkezett a Marvel frontról is. Én igazából azokat a képregényeket ilyen 90-es évek végét Től követtem. Igazából olyan sose volt, hogy meg lett volna egy teljes sorozat, vagy ilyesmi, inkább mindig így bele-bele kóstolgattam egy-egy számot, de amit érdemes tudni, igen, tehát hogy a Marvelnek a, a hagyományos képregény és a mozis univerzuma között nyilván nagyon-nagyon sok hasonlóság van, és egyértelmű, hogy abból indulnék a dolgok, meg a, meg a történetek, de, de több ponton szándékosan is direkt eltérnek a képregényes történettől, karakterektől, gondolom ezt egyrészt azért is, hogy egy kis újdonságot is belevigyenek, esetleg ráncfervarjanak dolgokat, modernizálják, meg hogy a, a meglévő ö, 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 olvasóknak is tudjanak esetleg új, új dolgokat nyújtani, úgyhogy igen, például a VATIF sorozat is pont ilyesmi, ami, amiben igazából így külön futnak így a dolgok, meg hát ugye itt is sok más képregényben, de itt a Marvel Marvelnél is elmondható a multiverzum egy idő után bejön, egyszerűen-egyszerűen akkora már a történet folyam, annyi karakter van, hogy egyszerre nem lehetne mindent egyetlen, egy kontinuumba tárgyalni, mert annyi sok ütközés lenne karakterek, történetszállat között, úgyhogy nem es egyszerűségébe hozzák a multiverzumot, és akkor ott szépen párhuzamosan el tudnak ezek a szállak egymás mellett futni, anélkül, hogy bármilyen kontinuitási problémát okozna a dolog. Dave említette itt a 2000-es évek online képlegényfogyasztási dömpingét, akkor nagyon-nagyon el lettünk hirtelen látva. Az egyik úttörő volt ebben a képregény.net egyébként őket talán érdemes megemlíteni. Ők az ős parallaxisnak partnerei is voltak. Illetve említetted itt a Star Trek képregényeket, Dave a transformers is van közös crossoverjük, közben ez jutott Énnek. eszembe. Hát még Dr. Huval is, tehát ott vannak azért már részt. Pont a képregények ezért bátrak, ugye? Tehát amit például egy Vatit megcsinál, hogy tényleg ilyen alternatív sztorikat hoz fel, ismert hősökkel, a képregények ezt sokkal korábban megtették. Vagy hát a crossoverekről ne is beszéljünk, és ki mondjuk D-S-sorosztokat sorosztok, néz az elmúlt időben, ugye, de még most nem tudom, rá akarunk-e már azokra is térni. Ott például nagyon masszívan ott vannak a crossoverek, a különböző sorosztok szereplői átjárogatnak egymáshoz, ugye a, a, Flash és a, a Zöldiász, a Supergirl és a Holnap de nyilván hónap Legendája az egész arra épül, hogy összeszedi a korábbi sorozatokból a ősöket, de ez képregényes fronton sokkal, sokkal korábban létezett. Tehát sokkal, nagyon merész sztorik volt. Tehát azért ez egyáltalán nem újdonság a képregények között. És emlékszem arra, hogy én például azt, hogy a Superman és a Batman az egy univerzumban játszódik, azt onnan tudtam meg, hogy gyerekkoromban volt Superman és Batman képregény, tehát amikor egy kalandba voltak, egy füzetbe voltak, nem csak külön-külön léteztek, és meg itt Norbi említetted a, ugye az eltérést a, mondjuk a Marvel képregények és a, a későbbi filmek, vagy a mai filmek között, ugye ott is az egyik legnépszerűbb Marvel hős, ugye vasember, és uh, ugye az eredeti képregény szerint is uh, uh, mozgássérült, uh, tolószékbe kényszerült, uh, és a páncélnak köszönhetően tud csak uh, járni. A képergényekben a klasszikus uh, az egyik legnagyobb, talán kimondható, azt hiszem a legnagyobb ellenfel, ugye a Mandarin nevű uh, szupergonosz, uh, um, és az teljesen át lett um, alakítva a, a, a filmes univerzum, ugye a harmadik Vasember filmben ismerjük meg ezt a karaktert, akit Ben Kingsley alakít, és ö, teljes mértékben megváltoztatták, szögegyenes a karakter, egy ilyen kis paródiát csináltak belőle, önmaga paródiáját, és ö, nagyon sokra rajongót, ez nyilván már már nagyon várták, ugye, hogy na, akkor Vasember fő ellenfele végre előkerül, és hát milyen harcok lesznek, meg, meg, meg látványos, és ezt az egészet úgy, hogy van ezt így, hopp, mutatott egy Marvel egy olyat, hogy na, akkor ezt mégse. Úgyhogy ebbe például szerintem ezt egy kicsit csalódott, csalódottsággal töltött el a rajongók egy részét, de nyilván aki meg ugye nem a képregényekből indul ki, hanem csak a filmeket látta először, és nem volt előtudása, annak ilyen prekoncepciója nem volt, úgyhogy de vannak ilyen, vannak ilyen ö, finom eltérések, igen. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, Norbi, de itt Dévis, és én is céloztam rá, hogy amint elkezdtünk felnőni, elmaradta a képregények iránti ö, rajongásunk, vagy alulmaradt, és később már nem vásároltunk. Vagy hát nyilván most nekem is vannak régi Transformers képregényeim, amit ilyen ö, mindenféle konokról ö, vásárolok össze, de hát nyilván már nem járatok semmilyen képregényt, és nem is fogyasztok, sajnos. Viszont, Magyarországon úgy tűnik, hogy, hogy ez egy kifejezetten fiatal, ifjúsági gyerekműfaj, a képregény, vagy legalábbis talán talán kijelenthetjük, hogy ma is, vagy szerintem, ma is így gondolkodnak róla az emberek, míg azért ez a tengeren túlon, és más országokban, ahol más, de főleg a tengeren túlon, az Egyesült Államokban, a hazájában a képregényeknek, ott tehát ott, ott, nem csodálkozunk rá, hogy felnőtt emberek is olvasnak képregényt, és nem feltétlenül csak az a réteg, akinek akit nek a paródiáját mondjuk az agymenők belátjuk. Egyet értek, igen, igen részben, hogy ez, ez például igen, Amerikában ez, ez teljesen, teljesen, más jelleget ölt, vagy más nagyságrendet, például a képregényes kultúrkör, és amit mondtad, igen, hogy esetleg a, a, a korai gyerekkor után ez picit hagyott volna, ezt szerintem én magamon is észrevettem, de utána meg, ahogy ugye nagyjából a 2000-es évek elejétől kezdve, pedig ugye a, a pókember az X-benne, ugye bejöttek a filmek, szerintem ez egy ilyen kicsit Ilyen, ilyen második lökés adott így a dolognak, és akkor azért, ha nem is vásároltam, de próbáltam azért uh, nyomon követni a főbb történet folyamokat, nyilván olyan sok van hogy mindent nem lehet, és um, nekem volt szerencsém 2017-ben egy hónapot is eltölteni uh, Amerikában, és én is hát, uh, nem azt mondom az összes, de New York számos képregény volt, bejártam akkor, és nyilván egy-két uh, eredeti képregényt azért hazahoztam, mert hát ezt nyilván nem hagyja ki az ember, hogy egyszer oda téved szépen fóliában. Azóta sincsenek kivéve, így van. Az tényleg egyébként egy, a képregény olvasás élményéhez ez hozzátartozik, hogy hát próbálod megőrizni ezeket a füzeteket, már most gyerekkoromnak a kockás füzeteire gondolok, az, azért ilyen a 4 alapon, hát azok nem is tudom, hol, hova kerültek azok, tehát bár ez, hogy ilyen kiadványok vannak ezek azért Magyarországon, én azt azt mondom, hogy az utóbbi időben azért szépen bejöttek, a kiadók azért próbálkoznak, megintem akarunk neveket említeni, de, de lehetne uh, sorolni olyan kiadókat, akik kihozzák uh, tényleg minőségben ugye összegyűjtve azokat a történeteket, és akkor leülsz és el tudod olvasni, tehát ő, mondjuk nincs az, mint az amerikai, tehát mostani képregény kultúrában ugyanaz van, mint évtizedekkel ezelőtt, hogy ö, kijön egy, elköződik egy sorozat, és akkor első fizet, következő hónapban másik fizet, és akkor szépen a, nem tudom, 5-10 dollárt, vagy amennyit ö, lecsengetsz, most lehet, hogy már nem annyi, vagy több, de, de körül, nem tudom most, Norvita mennyire emlékszel, hogy egy, egy, egy fizet az, ami 20-30 oldalas ö, maximum, az, az körülbelül milyen áró lehet most tusában például. Már csak néhány, mondjuk 3-4 dollár. Néhány dollár. Körülbelül változó, persze, de, de ottan körül, igen. Szerintetek miben rejlik a képregények varázsa? Én azt hiszem, hogy a fő, a fő vonzereje az a képregényeknek az, hogy reflektálni tud az adott társadalomra, a társadalom folyamataira, és viszonylag, viszonylag azért gyorsan is le tudja azokat követni, és, és egyfajta tükörként tud funkcionálni. Ugye ez igazából már tényleg így a, a 30-as évek óta, hogy ahol a úgymond a modern képregény születését datájuk körülbelül, ugye amit említettünk már Superman és Batman első megjelenésétől kezdve, azóta igazából a mai napig ez, ez többé kevésbé nyomon érhető a, a képregények esetén, hogy mindig az aktualitásokra próbálnak fókuszálni. Ez nem volt másképp a második világháború alatt, ugye jól ismerjük most már, ugye Amerika kapitány karakterét, propaganda anyagként is használták, a, olyan borítóval címlappal jelentek meg a képregények, hogy ugye kiboxolja, vagy beboxol egyet Hitlernek. Aztán utána 60-as, 70-es években pedig mondhatjuk, hogy egy picit azért nőtt a korosztályjal együtt, és előkerültek például olyan témák is, ami korábban nem, a feminizmus, vagy például a drogok, a droghasználat kérdésköre is a képregényekben. Az akkori egyetemisták fogyasztották ezeket nagy szemben, és nyilván ebben a hippi kultúrával hasonlóan ez is egyre, egyre, inkább teret nyert, és mindig egy, egyfajta ilyen leképezését láthattuk. Szerintem, szerintem ez az egyik ilyen nagy nagy vonzereje. És hát ugye reflektál, ugye, ahogy te is mondod, a társadalmi problémákra, ugye a korai Superman is uh, tulajdonképpen nevetségessé tette a Kuklus klánt, akik akkor eléggé nagy térhódításban voltak. Az x men és a Pókembert mondtátok, hogy, hogy az, az azért az visszahozta, tehát hozott filmes szinten egy olyan korszakot, hogy tényleg a működő képregényfilmek, mert hát azt mondom, hogy Supergirl vagy Flash sorozat is volt, ugye korábban tévében, vagy Hulk élőszereplő sorozat, és teljesen más, tehát nyilván vizuális vagy trükktechnikával dolgoztak. Talán akkor még nem volt, nem jött el a korszak az, hogy ezek filmes élőszereplős módon megjelenjenek, bár mondjuk animációs fronton, itt például ki kellene hogy a részének nagyon jó meg minőségi soroztakat tett le, vagy animációs játékfilmeket, de a, a képregényre, mint, mint műfajra kellene úgy tekinteni, hogy, hogy tehát egy, 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 művészeti átként lehet rá tekinteni. És itt tényleg le kell lenne tenni azt a, azt a, a tényleg prekoncepciót, hogy most ez, ez gyerekeknek szól. Nyilván van gyerekeknek szóló képregény. Tehát mondjuk itt Pifé, Serkoles, Donát, Kacsa és a többi, Garfield. Az egy, az egy műfaj, vagy az Bevezet már a képregényeknek a, a vizualitásába, a dinamizmusba, ami tulajdonképpen a, a, az írott műfaj, a vizuális, a művészeti jegyek, plusz a, a mozgóképnek is valamiképpen ott van, mert annyi dinamikát tehát egy, egy regény sosem tud belevinni, vagy annyira instant módon megjeleníteni. Tehát mindig is az volt, hogy képregényben látsz egy akciót, az 100. eléd van tárva, és ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor képregényt olvasol, Nyilván, hogy nincs minden fázisa mondjuk egy akció jelenetnek megrajzolva. Tehát tényleg behúz egyik hős a másiknak, kabum, hatalmas, tehát ismerjük ezeket az egész oldalas jeleneteket amikor filmen látod mindezt, és néha bizonyos filmekben ezt ö, sötétben látjuk, rossz szemszögből esetleg ö, talán régebbi filmeknél, mostanság ezek a filmek, vagy sorosztok is állítottak ahhoz, hogy jó a koreográfia az akciónak, mert rájöttek, hogy meg kell tisztelni a nézőt, aki képregényeken nevelkedett, és úgy oda volt téve elé az akció, hogy ő azt tovább tudta gondolni, hogy ott ö, mi történik abban a pár percben. Miközben a filmek néha ezt szó szerint bemutatják, tehát úgymond nem hagynak teret a fantáziának, és ha az a koreográfia vagy prezentáció nem olyan jó abban a filmben vagy sorozatban, akkor csalódott akár a képregénye nevelkedett néző vagy olvasó, míg egy képregényben ritkán csalódsz ilyen szempontból. Vagy amit még itt kiemelnék, hogy a vizualitás, hogy milyen sokszor teljesen eltérnek az egyes a rajzolóknak a akár egy sorozaton belül előfordul, tehát teljesen skic jellegű, vagy akár egy ilyen akarelszerű, tehát nagyon sokféle vizajtás jelenik meg. Azért mondom, a művészeti érték az teljesen egyedi, amit ezek a, a rajzolók, művészek több évtizedes tapasztalattal letesznek az asztalra, és hát a a story szerzőkről se feledkezzünk el, mert ezek pont, a, amit említettél Norbi, hogy nagyon hamar bejöttek az a témák most a feminizmus, tehát egy, egy se új karakter. Mert egy Miss Marvel egyébként viszont relatív új karakter, mert azt hiszem 2010-es években jelent meg a Miss Marvel, ugye egy relatív új, egy pakisztáni fiatal lánya, Kamalakán nevű fiatal hősnő, akinek tényleg az eredet történetét hát nulláról követhetjük nyomos, most az egyik legújabb márvel sorozatban, és ő még képregényben is csak a 2010-es években jelent meg, reflektálva tényleg egy, egy, gyakorlatilag egy társadalmi érdeklődésre, hogy igen, most kell egy ilyen, ilyen karakter is, ilyen korú, ilyen származású és ilyen pozícióban lévős képregény rajongó főhős, és maga egyébként még a színésznő is képregény rajongó, meg már a rajongó. Szóval nagyon érdekes összefonódások vannak már manapság, így a vizuális korban is. Még annyit fűznék hozzá, hogy igen, a képregényekben azért mégiscsak a, a, a hagyományos klasszikus mitológiai elemeket, szereplőket, történeteket láthatjuk. Modern köntösbe bújtatva, van, hogy egy kicsit áttételesen, de nagyon sokszor egy az egyben meg is jelennek, mind a DC, mind a Marvel oldalon, például a, a görög, vagy esetleg a, a római e, mitológia szereplői. Úgyhogy ezek azért, ha lecsupaszítjuk őket, akkor ezek nem, nem mai történtek olyan értelemben, hogy ezek már évszázadok, évezredek óta melünk vannak, és hát nem véletlenül szeretjük őket. Igen, de ezt rá lehet hozni tulajdonképpen bármilyen. Klisére, amiről Hollywood ma szól, a jó és a rossz harca, és bármi ilyesmi ugyanúgy évezredek elején, de most természetesen nem megcáfolni akarom, amit mondtál, mert abszolút egyetértek veled. Viszont beszéljünk azért egy kicsit a korai adaptációkról is, abban a kontextusban, hogy ugye Magyarul képregény, nagyon gyönyörű ez, izlágessük ezt a szót, hogy képregény, viszont ugye angolul azért a komik szó, ami hát azt jelenti, hogy vicces, komikus, ez a képregény, és ez jellemző is volt a korai évekre és a korai adaptációkra, hogy emlékezzünk a, ugye a híres neves Adam Westféle Batman sorozatról, ami egyébként az első színes televíziós sorozat volt a világon, vagy egy kicsit későbbre ugorva, a Batman Forever vagy a Batman és Robin, ezt mindig összekeverem a két filmet, de ugye az egyik, amiben a Jim Carrey is játszott, szerintem annak köszönhetjük, hogy ma minőségi képregényfilmeket, és nem csak bohókás széli karaktereket látunk a Vásznon a képregényfilmekben, hanem nyilván persze itt is lehetne beszélgetni, és majd a műsor második felében beszélgethetünk is arról, hogy Hollywood mennyire esik át a túloldalára. Mi a véleményetek arról, hogy a korai adaptációk inkább a, a megpróbálták az egésznek a vicces oldalát kikerekíteni, és azért ezt egy ilyen párhuzamba állítva azzal, hogy manapság viszont bár vannak vicces képregényfilmek, mint a Deadpool vagy a Shazam, attól függetlenül azért jellemző a hollywoodi minőségű és ezt értsük, ahogy akarjuk, megvalósítás, és elsősorban hogy a korai adaptációknál, ahol egyébként csak ez a vonal volt jellemző, már mint az előbbi, a vicceskedő bemutatása ezeknek a karaktereknek. Szerintem ennek is, mint, mint meg annyi más stílusnak, ennek is ki kellett, hogy forja magát. Tehát, hogy oké, okay, hogy a nyomtatott formában, a olvasható formában már sok év, évtizeddel előtte megjelentek ezek a történetek, és már elég sokféle történetet találkoztattunk de például mondjuk az első ilyen jelentősebb mérföldkő, mondjuk a, a 78-as Christopher Reeves Superman, az még, az még, talán még így a korai vonalhoz sorolnám, és, és akkor még nem is gondoltak szerintem az alkotók arra, hogy, hogy más stílusban, vagy, vagy sokkal komolyabb hangvétel is hozzá ö, nyúlhatnának egy ilyen, egy ilyen, témához, amikor a nagyvászonra akarják vinni, és, és a, 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 talán az első fordulat... Sőt, bocsáss meg, igen? És bocsáss meg, mielőtt a fordulatra kitérsz, azért ne felejtsük el, hogy a Christopher Reeve-féle Superman filmekből, és hát az első és a második részt azért úgy. A közönség úgy kedvelni szokta, mint film, de a harmadik, illetve részre teljesen gyakorlatilag elszállt az agyuk a, a készítőknek. Az én véleményem szerint a fordulat az, az kb. 89-ben lehetett az első Batman filmmel, gyorsan akartam mondani. Ezt én én Tim Burton féle. A Tim Burton féle, Michael Keaton főszereplésével Igen. készült Batman, és ennek a folytatása a Batman Returns azok voltak az első olyan filmek szerintem, amik, amik mertek és tudtak is más hangnemben hozzá a karakterhez, és, és egy picivel, picivel felnőttes. Az, azokban is voltak azért kis bugyuta betétek, ott is, ott is meg volt egy komikus szál, de érezhető az a, az a fejlődés, hogyha így végig tekintünk, tényleg mondjuk így a korai Superman filmektől, így az első Batman filmekig át, egészen, hogyha mondjuk a, a 2005-ös Christopher Nolan újra átgondolására gondolunk a Batmannek, ami meg már teljes mértékben úgymond a, 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 spektrumnak a másik, másik oldala, hogyha az elején a komikus, vicces és aranyos, ott a Nolan-nél már eljutottunk a sötét, komor és, és pessimista hangvételhez. Úgyhogy igen, egy ilyen, egy ilyen, élet, életszakasz, ez is így felelhető. Ez talán azért van, mert hogy a képregény rajongókat megszólítani talán nem is könnyű, mert hát ki az, akinek célzod azt a filmet? Tehát legyen ez egy családi film, egy blockbuster jellegű, egy, egy komorabb akciófilm, vagy dráma, egyenesen most például a legújabb Batmanre gondolunk, tehát gyakorlatilag ott, ott ö, szinte száműző van. Rengeteg olyan tematika is, ami, amit ugye akár egy, még egy Batmanben is ö, megszoktunk, mert nyilván a Nolan vagy a Gotham sorozat azért azok behozták ezt a tényleg elég sötét tónusú ábrázolását Batmannek, míg a Supermannél nagyon, tehát sokkal szélesebb a spektrum, tehát itt a Christopher Reeve vagy a Dean Cain féle sorozat, ami kifejezetten egy, az egy könnyedebb hangvételű volt, míg a mostani Perman és Lois sorozat megint egy komolyabb hangvételű, pedig tulajdonképpen egy könnyedebb hangvételű dísz is egy szupergő sorozatból nőtt ki, egy mellék karakterből lett egy, egy gyakorlatilag az egyik legjobb szupermen. Ha ki lehet ezt mondani, nem tudom most Ádám. Bocsás, meg kedvemre van, mert azt a hallgatóknak elárulhatjuk, ugye dével, amikor privát beszélgetéseket folytatunk, akkor nagyon sokszor előjön a, a most az új Superman és Lois sorozat Tyler Hawkinnal. Nekem a véleményem, hogy a legjobb Superman és a legjobb Superman sorozat, sőt, az egyik legjobb képregénysorozat sorozata maga kategóriájában, tehát eszmertelen jól van fölépítve, nyilván Tingli Tangli, amire tulajdonképp Davis célzott, de, de mégis megvan az a, az a, az a komorsága, mármint magának a stílusnak, amilyen stílusjegyeket manapság ezek a filmek és a sorozatok fölvesznek, nagyon jó balanszt találtak el, és, és szeretjük, nagyon jól összegyúrták a, a régi klasszikus Dinkényféle, Klasszikus, hát a klasszikus Dinkénféle Superman legújabb kalandjait, ki most az új Superman, aki most már nem lesz... Úgy volt, hogy mégis lesz újra Superman, de nem Harry lesz. Kevill. Igen, szóval, hogy, a, mert azoknak a filmeknek is azért megvan az a picit sötétebb tónusa, mint a ö, Batman filmekre jellemző ugyanúgy ö, a Nolan féle Batman filmek. Nem annyira, de azért megvan az a sötét tónusa. Na, bocsáss meg, belét folytottam a szót, Dave. Csak e... El erre akartam, így már a Superman a legjobb példa, hogy, hogy az, tehát az egy generációkat, generációk nőttek fel, tehát Superman karakterén, és ott, ott talán őnál a legkönnyebben átsiklani azon, hogy ki a Superman, vagy ki Superman. Akármennyire is tehát tiszteljük, meg szeretjük Christopher Reeve-t, tehát nem lehet azt mondani, hogy ő a Superman, mert azóta már, már, azért voltak mások is, és van akinek tényleg azt, aki azt mondja, hogy a Harry Cavill Superman, vagy a a Batman vs. Superman abban, abban láttunk egy olyan komoly morális kérdéseket is, amik megint ugye egy CGI túlvezérelt jelenetek vittek el abból, hogy ez egy bármilyen tekintetben, minden tekintetben komoly drámának vegyük, és pont ezek a műfaj, mondhatni, hogy egy képregény filmnél úgy műfajról beszélhetünk? Tehát még ha már lassan itt áttérünk a filmekre, hogy a képregény, film, mint műfaj, mert ha azt mondtuk, hogy az, az írott formában is a képregény az nagyon sokféle. Tehát teljesen, itt most mi alapvetően nyugati képregény világról beszélünk, vagy indulunk ki, különben itt ez az adás is nem tudom, órás lenne, vagy több részes, de képregények feldolgozásai azok kell, hogy képregény filmek, vagy sorosztok legyenek, vagy lehet azt már mondani, hogy ez, ez egy szuperhősös sorozat, ez inkább egy, egy dráma, dramedi, egy jó akció, egy kalandfilm, egy, egy amerik kapitány az első bosszú áll, az egy jó kalandfilm. Tehát bármely, régebbi kalantfilmben is voltak, hogy ilyen szérum, olyan szérum, vagy raketére gondoljatok, és a többi. Azok is gyakorlatilag van egy hős, akinek követed az útját, akivel tudsz azonosulni. Tehát a legtöbb filmben ez a mozgató rúgó, és amúgy a többi dolog mint sallang. Tehát ha úgy veszük az Indiana Jones filmekben, se történik semmi. Most nem azt az agymenőkös dolgot akarom felhozni, de a képregény filmekben a karakterek, amiket már a képregények jól ábrázolnak, ha azok jól működnek, és akkor ilyen ez ezek ilyen karakterfejlesztő vagy központú, tehát mindig kilódik mondjuk egy DC-s hősöknél jellemző, hogy Batmannek ez a vívódása, hogy ott a szintén ugye ez a új sorozatban is. De vajon lehetnek ezek rendezői filmek? Hozzányolhat egy rendező úgy, mint Nolan, mert Nolan bármit megtehet, azt tudjuk. Ő teljesen le tudja válaszolni magát arról, hogy most ő egy Batman, Batman dolgoz fel, mert azt a minőséget hozta le. Szerintem sokan leválasztották ezt. Van, hogy jól súlt el, van, hogy rosszul. Ugye nem említettük, még itt a műsorban nem hangzott el például a Dread, Dread bíró karaktere, szintén képregény, ugye emlékszünk a a, akár az újabb Urbán ö, változatra, ami hűbb az eredeti képregényhez, vagy a 90-es években nagy sikert alatott Dread bíró című filmre, amit a Parallaxisban is kibeszéltünk, nem is olyan régen. Tehát ö, mernek hozzányúlni, de igazad van, egy manapság, nem képregényfilmekről beszélünk, hanem különböző zsánerű filmekről, és pont erre céloztam, hogy régebben, viszont a képregényfilm az maga volt a kategória, ami magába foglalta a stílusát, a zsánerét is. Valahogy nem találták meg a maguk piacát. A Marvelnek, meg a 20th Century Foxnak a X-Menek kapcsán nagyon sok időbe telt, hogy azt az utat kiárja, amit manapság a mai filmek járnak, de erről már csak egy rövid szünet után fogunk beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Ha hozzánk a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély szívesen lépsz a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Igen, szerintem ezek a korai filmek, korai képregény filmek, itt most elsősorban mondjuk inkább a 90-es és a 2000-es évekre gondolok, ki kellett járniuk ezt az ösvényt, a klasszikus történeteket és, és a, igen, amit említettél is, Dév, hogy ezeket a felnövés történeteket, meg eredet történeteket, történeteket elmeséljék, bemutassák a hősöket, és ezek a klasszikus vonalat végigvigyék és ezek után, jó pár évvel később, amikor már ezek a, ezek magvak el voltak szorva, már, már, nem volt annyira réteg, nem a gíkeknek a, a saját kis területe volt a, a, képregény filmek meg a műfaj, utána születhettek meg egy kicsit a, a más hangvételű, más stílusú, más műfajú filmek és sorozatok, ami, ami egyrészt szerintem tök jó, mert így más is megtalálhatja, tehát mindenki a saját ízlésének megfelelő filmeket, aki egy kicsit könnyedebb limonádé típusúakat szereti, amik közül már említettetek egy párat, de, de vannak a tényleg jóval jóval komorabb hangvételű dolgok, és, és ha a, a korábbiak nem léteztek volna, akkor akkor ezek a, ezek a al, úgymond alműfajok sem soha nem tudtak volna létrejönni, például mondjuk egy Watchmen-re, vagy mondjuk a, a 2019-es Jokerre gondolok, ezekkel nyilván nem lehetett volna nyitni. Ezek előtt meg kellett, hogy előzze ezeket rengeteg sok Batman film, hogy tudjuk, hogy ki az a Joker, még eljutottunk odáig, hogy Joker című film is elkészülhet. Igen, ez hát teljesen segel igazat adok neked, Norbi, hogy ezek, ezeket az utakat ki kellett járni, mert csak azért is, mert közben a, a, a filmkészítés meg a televíziózás is ö, sokat fejlődött. Tehát ezt el kell mondanunk, azért ugye a 90-es évektől szerintem ö, elég aktívan néztünk tévét, vagy jártunk moziba is, és óriási fejlődés van. Most tényleg, ha csak attól eltekintünk, hogy vizuálisan mit lehet megvalósítani, de azért lehet, hogy a képregény feldolgozásán nem kell eltekinteni tőle, mert azon is elég sok múlik. Tehát egy erősen vizuális műfaj, vagy arra építő, ott nem baj, ha az jól működik. Ma már ez nem kérdés. Tehát ma már eljutottunk oda, hogy a, televíziós, illetve a streaming háttérnek köszönhetően az a tízednyiány epizód maximum az olyan költségvetés kap mondjuk évadonként, mint egy, egy kisebb mozifilm, most nem a legnagyobb blockbuster, de azért, azért vannak ott pörögnek a 100 százmilliók évadonként, vagy az egy millió mondjuk legalább, és ott Tudsz minőségi effektet alkotni, most csak megint a Superman és royce visszatérve, hát egyszerűen kifogástalan. Nyilván mindenbe bele lehet kötni, de, de abból a szempontból már nincsenek olyan kompromisszumok de ha visszanézek, és most azért itt, itt, azért itt pókember filmeket visszanéztünk, szerintem most akár a legújabb marvel és pókember film kapcsán, és ember felügyízte, hogy micsoda változáson ment át, vagy éppen nem a, a karakter. Tehát nagyon sok uh, dolgot tudunk szeretni azokban a Sam Raimi-féle filmekben. Jó a koreográfia, jó a, jó a hős, kicsit túltejtett mondjuk a harmadik film, tehát uh, ezek klasszikus képekben belesnek a, a filmek, viszont az alap az, hogy uh, amire kíváncsi vagy, akár ismerted, vagy nem a, a pókember, bármint valószínűleg mindenki ismerte, hogy egy, egy, egy felnövéstörténet láss, egy fejlődés láss lás a karakterben, vívódást láss, küzdelmet, jó és rossz pillanatokat, jó főgonoszokat, vagy antihősöket, és ma már ezekben is sokat fejlődtek a akár a, filmes feldolgozások, sorosztok, hogy tudnak karaktert építeni. Tehát akár filmeken vagy sorozatokon keresztül is szerintem a, az X-Men filmeknek is ez a hullámzása is ennek köszönhető, hogy nem mindenki szeret minden X-Men filmet. Az első három, ami úgy azonos hősökkel egymásra épült, aztán ugye ott egy ilyen reboot szerűségben jött, ami nekem például nagyon tetszett, főleg már ugye visszamentünk időben is, de van, akinek az, az, már nem jött be. Vagy a legújabb most X-Men filmekre gondolunk, amik már egyenesen rosszul teljesítettek. Tehát ez, ez mindegyik kornak megvan a maga jó X-Men filme, vagy most lehetne gondolni pont a, a Fantastic four a szörnyű 2015-ös feldolgozására, pedig minden klappolhatott volna, Hát voltak tehetséges, ifjú színészek, volt költségvetése, és simán el lehet csúszni, még ha te a blockbuster tiszta világos keretein belül is gondolkozol. Tehát itt a évtizedek alatt azért ez az is változott, hogy azért bizony ezért jár mondjuk egy Marvel nagyon jó beáratott utat, és inkább a sorosztokon kezdett el kísérletezni, abban az úgynevezett negyedik fázisban, mert ott már megtehette, mert teljesen ismert karaktereket kifuttatott, itt már jöhetnek a, akár a fiatal karakterek, jöhetnek teljesen, elborultabb szorít is, akár teljesen bejöhet, olyan olyan műfaj meg stílus bejöhet a horror elem, a keményebb drámák is bejöhetnek, amivel lehet azokat a niseket is megcélozni, amik eddig ugye a nagy blokbasszerek nem tettek meg, mert teljesen kellett a, a, a pénztárnál. Miért egy ekkora iparág, és miért lehet ekkorát ráépíteni, hogy gyakorlatilag a Disney Plus-on ömlenek a különböző marvásorozatok sorozatok megállás nélkül? Szerintem ez most még, most még, mindig abban a fázisban van, így az egész képregény film, mint, mint olyan, hogy, hogy meg kell lovagolni, és akkor addig üsd a vasat, amíg, amíg meleg jelleggel, most jönnek ki ezek, számolatlanul. Szerintem az elsődleges különbség, most a Marvel és a DC-re leszűkítve a kérdéskört, igen, hogy hogy már a Marvel a kezdetek kezdetétől ugye volt ott egy olyan, olyan személy, Kevin Figi, ha jól lejtem az utolsó, a második nevét. És sose tudom, hogy hogy kell mondani. Igen. Aki, aki, az egészet gyakorlatilag, hát nem is tudom milyen funkcióban, kreatív producertől kezdve, de ő egy kézben tartotta. Az, az atya így van, az, így van, egésznek az atya így így van, az egész, az egész Marvel filmes univerzumnak. Ő, ő egy ilyen klasszikus, hagyományos uh, geek, az összes képregényt elejétől a végéig betéve tudta, az összes karaktert ismerte, az összes történet a fejébe volt, és jókor volt jó helyen nyilván ez több tényezős dolog, de onnantól kezdve, hogy úgymond egy kézben, egy számon futottak össze ezek a dolgok, és kreatív szempontból, marketing kérdésekbe, akármibe, megvolt meg ez, a, ez, a, ez a döntési kör, és, és szerintem ilyen szempontból nagyon jól szervezett volt a Marvel, még mondjuk az elmúlt pár évig bezárólag, Addig mindez a DC oldalra ez, ez kicsit hiányzott, és ott kicsit össze is beszéltünk. Amúgy nem a filmek minőségéről beszélek elsősorban, mert mind DC, mind Marvel fronton vannak nagyon jó és nagyon rossz filmek is, de, de ott egyértelműen hiányzott ez a, ez a központi gondolat, amit így végigvittek volna, és hát ezért is van, hogy még a mai napig sem tudtak szerintem egy ilyen ékézláb, kiterjesztett univerzumot összerakni a Marvelnál. Tehát ha csak ezen múlik, akkor most mondjuk a DC-nek is az új vezetéssel megvan az esélye arra, hogy ebből egy olyan jellegű franchise-t hozzon létre, mint a Marvel, vagy van a két univerzum között egy lényegi különbség, ami miatt eltér az ő útjuk, célzok itt például, amire te is céloztál korábban, a fényerőnek a mennyiségére. Tehát, hogy a DC karakterek és a DC filmek, azok alapjában más, inkább úgy mondom, hogy a, a komorabb hangulat, az jobban áll nekik, mint a poénos, űrlordszerű vicceskedés, szerintem. Egyetértetek-e ezzel a felvetésemmel, vagy nem? Egyetértek, és, és tehát valamilyen szempontból tehát még egy, egy, akva akvamennél is rájátszik arra, hogy, hogy milyen konfliktusok vannak a, az ő, 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 életében, és akkor még a leglazább karaktert említettem szinte, de egy Shazamnál tehát ott, ott, is van egy elég melankolikus háttér tulajdonképpen. Pedig egy, egy végjáték lehetne, de, de valamiképpen nem. De azért jól áll az, hogy behoz olyan témákat, amik azért nem arról szól, hogy, hogy te szuperhősé változol, és tényleg átváltozol, ugye a Shazam esetében, és akkor minden gondod megoldódik. A marvel tényleg ez a koncepció, hogy például a, az, az Avengers összettek főhősöket, de úgymond ki vagy kiválogatták, és nem is a legnagyobb hősöket hozták össze, mert egy vasember például nem volt a legnagyobb igászi. De ugye ez nem véletlen, hogy miért. Jól, jól csinálták, ehhez csak tényleg azt kell mondani, hogy például egy Eternals most jött be a negyedik fázisban, és ezt nem tudta volna befogadni a közönség. Tehát ilyen erejű lényeket, akik már nem tudom mi fölött, mert tor, úgymond Isten, meg Isten szerű, de közben meg egy laza csávó, meg ráadásul végkövetedőnek is a fejlődését, meg ott van is a többi. Egész emberi vannak ábrázolva, és egész emberi hősök vannak a, ebben az első fázisban, vagy az első háromban ugye is Thanos, a Titán, aki egyébként a egy következő, vagy entitásoknak a ö, sorában, ha ilyen hierarchiát kéne, azért ő már azért egy olyan, ráadásul ő, ő, vele behozott morális konfliktuson, mai napig el lehet gondolkozni. Amit például a, nagyon tetszik, hogy a sólyom és a T-katonájában azt mutatják, hogy hát a úgynevezett és után, hoppá, megint van egy csomó milliárd emberünk, lakhatási problémák, éhénység, stb., és valakinek ez nem tetszik a főhőslünknek, aki inkább egy antiős, nem gonosz. Ilyen problémákat be tud hozni, mert már emberi karaktereket épített föl, tehát ilyen módon azt mondom, hogy a Marvelben is igenis ezek az nagyon emberszerű karakterek, tehát vasember, egy földi ember. Az íjász, az pláne, tehát vagy a sólyom szemünk kifejezetten földi. Ezekhez a földragasz hősöket, akik jól vannak pozícionálva, megismertetve, eredetörténettel sokkal jobban be tud fogadni a közönség az elején, mint ilyen, ilyen éteri, isteni, hősöket, akik nem tudom, több ezer év óta alakítják a földtörténelmet, és ezt, ezt nehezen lehet befogadni. Tehát azért mondom, hogy a Marvel ez, ez a jól dolgozott. A DC-nél a klasszikus hősöket vették elő nyilván, tehát építik ugye a, a, az igazság ligáját, de, de kicsit döcögős azért, mert közben ugye ott van egy hát ilyen tévés univerzum, a CW, és ott úgy érzem, ott például ott jobban sikerült, mert ott, ott viszont tényleg leültek, és jött egy, egy zöldiász, onnan egy spin-offként kinyúlt a Flash, egy zöldiász epizódból, megkapta az erejét, Flash egyszerű srácból lett ugye egy szupergyors, megismertük Supergirl t hogy jött. Egyébként az az érdekes, hogy Supergirl és a zöldiászunk, vagy például a Flash és a zöldiász, ott nincs egy univerzumban. Tehát például a Supergirl meg a, a zöldiász nem tudná átjárogatni egymáshoz, már nem egy azon földön vannak. Mert a Smallville-ben például, ha láttátok, akkor ott a zöldiász meg a Superman, tehát a Clark Kent, -t -t simán találkozgattak, meg voltak ott konfliktusok, meg együtt dolgozások. Tehát na, a lényeg az, hogy tudatosan építenek univerzum ez mindig jót tesz, mint amikor te pusztán filmeket gyártasz. Tehát nem, nem karaktereket építesz, vagy nem történetet mesélsz, mert csak az emberek történetekre ülnek be. Tehát miért ülnek, miért, miért a képregényfilmek viszik el a a moziknek a az embereket. Mert nincs más, nincsenek jó kalandfilmek. Oké, okay, de ez hollywoodi dolog, nyilván ezeket lehet eladni, ezek a blockbusterek, de arra nem, azzal nem értek egyet, hogy, hogy az emberek történetekre ülnek be. Ha én nem megyek egy Superman filmre, én Superman miatt megyek el. Ha nem megyek el egy Batman filmre, akkor Batman miatt nem megyek el. Tehát, hogy számít, ha, ha azt mondom, hogy hú, megnézzük a legújabb galaxis őrzői filmet, akkor az, akkor ebből rögtön, hogy ez egy poénos, egy nevetgélős, egy nyilván van benne valami morális, meg van benne valami üzenet, de jól fogunk szórakozni. De azt mondom, hogy nézzük meg a, a Jokert, akkor azért tudjuk, hogy nem fogunk jól szórakozni, vagy nem, jól fogunk szórakozni, csak nem a nevetés és a kaca értelmében, hanem, a, hanem más, más dimenziókban. Én, én Ádám ezzel veled értenék egyet olyan szempontból, hogy igen, hogy, hogy most már nem kevésbé, úgy mondanám, inkább kevésbé történetekre, meg színészekre ülünk be, hogyha mondjuk most a képregényes műfajnem maradunk, hanem, hanem ö, a, a, karakterekre. Tehát, és ezzel kapcsolatban úgy már sok, sok interjú, meg úgymond sok vitát így olvastam meg, meg nyilván lehet keresgélni a neten, hogy amíg, amíg a, 80-as években egy Stallone filmet néztél meg, vagy egy Schwarzenegger filmet, az elmentél a Stallone filmet megnézni, és most itt nem minőségi különbséget akarok hozni az akkori, meg a mostani filmek között, hanem most már egy vasemberre ülsz be, és az, hogy Robert Downey Jr. vagy a uh, Superman esetében éppen kialakítja, másodlagos. Most ennek nyilván rossz, meg jó oldala is lehet a színészek szempontjából, talán kevésbé jó, mert ugye nem egy bizonyos színészt akarsz megnézni, nem, nem, te a kedvenc karakter akar játszani, az most ki játsza? Átlag nézőnek szerintem majdnem mindegy. És, és egy ilyen változás, ez, ez egy az egyben, ez, biztosan felelhető hogy az utóbbi években, hogy, hogy, hogy már nem, nem, a, nem a klasszikus sztárok miatt ülünk be, hanem hogy a karakterek miatt. Hát a DC-nél eleve nagyon szétválik a filmes, meg sorozatos univerzum. Csak a sorozatos univerzum az egy, egy licenszel, ami, amit a CW készít, ugye, vagy a, a Warner Brothers Television, most nem is tudom, mert most, most, már az is így változik. Egyáltalán, hogy mi jut el hozzánk, mert nekem az, az elég uh, nagy probléma, hogy ezek például egy teljesen megszakadtak a hazai tévéken, ez a Aero Flash, Supergirl és a többi holnap legendája, ami egy tök jó, elég szórakoztató utozó sorozat. És streamingen sem érhető el ráadásul. Igen, igen, tehát igen, a ez... leg, legbosszantóbb, hogy nincs, nincs. Tehát, nincs. hogy az ember elvárná amúgy a HBO Max-től mindegy, hogy egyébként most mi a helyzet a Warner Discovery-nél, mert De. engem mint nézőt, De baromira nem kell, hogy érdekeljen, hogy most két cég egybeolvad, és fejetlenség van, tehát hogy, hogy egyébként mint néző, és akit kiszolgálnak ők, akik gyártják nekem a tartalmat, azért hogy elvárnám jogdíjak ide, jogdíjak oda, hogy mondjuk a, a, a HBO max legalább a Magyarországon már bemutatott sorozatokat érjem el, mert ugyan szívesen visszanézem a Smallville-t, Hát azért szívesen megnéznék egy holnap legendáit, vagy egy uh, Star t ami most Magyarországon legálisan... Star Girl-t azt pont meg tudod nézni, tehát Super Girl-t. igen. Girl, bocsánat. Uh, ennek például a Flash kapcsán, kapcsán nekem például végig az van, hogy most majd. Uh, hát, Közeledik és készülődik, ugye, a flash mozifilm. Hát már le van forgatva az ezra millerese. Miller -es, miller Ez az, az, miller, az már készen flash, van. őt már láthattuk is egyébként Flash-ként, tehát mozi akár a Zack Snyder féle négy órás változatban, láthat, egyébként ott a négy órás változatban nyilván Flashnak is több jutott, de én már most hetedik évadát nézem mondjuk a flash és én mindig nem, egyik, most azt hiszem már csak az fut a úgynevezett Arrowverse, tehát az öldjázból kiinduló. De ott nem ezra miller a. Nyilván, a hogy nem. Flash. Tehát én ott láttam, 7 éve most már száz, nem tudom, valány részen keresztül a Grand Justin főszereplésével, aki egyébként a nagyon jó flash. Tehát ja, logikus, és mert Ezra Miller 10 éves volt szerintem, vagy 11 kb. 7 évvel ezelőtt, vagy nem tudom szó. Ez van, és ezt kell fogadnom, egy csomó részben majd a mozifilmben én maszkban látom az Ezra Millert, amikor meg nem abban lesz, akkor el kell fogadni, úgy, mint a Supermannél, hogy más alakítja, meg tulajdonképpen egy másik karakter, bár itt, akár még ráfoghatnám, hogy ott is multiverzum van, és akkor ez hogy egy másik földnek a, a, a ahogy ugye a flash sorozatban nem is tudom hány flash láttunk már. Gyönyörű, ahogy ezekben egyébként visszahozzák, hogy a, a 90-es években volt régi flash sorozat, Ból átjött az új Flash sorozatba a, ottani Flash, ugye Barry, Barry ellennek az édesapját alakítja itt ebben az új sorozatban, tehát ilyen olyan kamauk vannak. Ja, aki a 90-es években Flash, Flash a, itt a mostani hát szeretik a, képregény filmek, a, filmek. Tehát, igen, igen. Karakter crossover viszont, viszont nagyon, nagyon jó. Viszont ugye Marvelnél nincs, nincs pardon, tehát ott bár ugye az MCU sorozatok azok gyakorlatilag a, a mozifilmes, tehát az MCU a Cinematic Universe részei, tehát a WandaVision is fölfelé, ott kőkeményen az eredeti színészek vannak, tehát ott a Hulk, vagy a hát Smart Hulk jön, akkor ugye az eredeti színész játsz, játsza, még ott Mark Ruffalo. Mark Ruffalo is, még a, nyilván a CGI-t is kőkeményen ő, ő, hozza ugye a, a motion capture-rel. Bár pont a Hulknál volt az, hogy, jött ott azért volt színész csere, ugye, hogy jól emlékszünk, hogy volt még egy egy Eric Benás is, de ugye az, az, nagyon nem, de ugye ami a 2008-as Incredible hulk ugye ott Edward Norton játszotta. És az, 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 teljesen igen. Az, az a Marvel első fázisban számít. Csak a száműszék, tehát például a Disney nem találod meg azt a 2008-as halkot, az erik Banásot, meg plán nem, az Edward Norton az ott van, az egyébként nem is, nem is rossz, eltekintve egy gyenge, gyenge szállától, de maga az a halk történetet, akár javaslom, azzal el lehet indítani egy Marvel, főleg, hogy van benne egy kis cameo is. Ti melyiket, melyiket szeretitek jobban egyébként, hogy hol legyen a balans a filmek között? Ugye itt már beszélgettünk a lehúzott fényerőről a DC esetében, a vidámkodás jobban a vidámkodásra jellemző Marvel esetében, hol legyen a balansz, vagy és, vagy ki az a szuperhős, vagy történet, aki hozzátok e tekintetben a legközelebb áll, akár általánosságba véve, mint szuperhős, akár csak bizonyos sorozatba, vagy filmbe. Az egyik kedvenc karakterem, akkor így végül is az X-Men, az X-Menek közül Logan, Wolverine, akinek, akinek rozsomák a magyar megfelelője, <laughs> nem ők hajlandó kimondani, Farkas. azt amit a filmes, Jaj, igen. A 2000-es első X-Men filmekbe, igen, így fordították, mindegy, ugorjunk, szóval, hogy... De ez egy olyan, mint egy elefántos zsiráfnak fordítanának, szóval azért... Ez konkrétan az arról szólt, ez semmilyen, semmilyen köze nincs hozzá, és soha nem is volt. Na mindegy, de ez már ez egy régisebb, de azért még mindig fáj, biztos érzitek a hangomon, de minden esetre, igen, tehát az X-Men képregények és az X-Men filmek szerintem, ö, én azokat nagyon szerettem legalábbis, az eredeti három ö, trilógia azokat kifejezetten, de a folytatások közül is és abban pont jó látni, vagy legalábbis erre egy jó példa, hogy a hagyományos klasszikus képregényes vonalat követték, és utána egyre jobban talán elkezdtek kísérletezni a folytatásokkal, és szerintem legalábbis a, a csúcsát akkor érték el az a legutolsó különálló Wolverine film, a Logan, ami ugye már a, hát a közeljövőbe játszódik, és ott például a stílusban, meg a műfajban ott egy tök, tök nagy változás van az előző X-Men filmekhez képest is, és az életkori besorolást is az feljebb tolták, ugye az 18 pluszos volt Magyarországon az a film, ha jól lehet csak 16-os, de az amerikai besorolásban mindenféleképpen R besorolást kapottam, ugye a felnőtt tartalom, és ez például szerintem legalábbis ennek a karakternek nagyon, nagyon, jól állt ebbe az utolsó filmbe. Úgyhogy ez, ez, ez karakterfüggő. Egy Deadpoolnál uh, kikacsintunk a negyedik fal felé, vicces, de mégis eléggé véres, az jól áll neki. A uh, karakterfüggő szerintem, uh, hogy, hogy milyen, milyen stílust vár el az ember, vagy, vagy, vagy mire számít. Hát ha itt az egyensorról van szó, akkor én azért például a sorosztos szinten lehet, hogy DC, míg filmes szinten a Marvel, bár a Marvel új sorozatai, azokat mind, mind megnéztem, és, és tetszik az ilyen univerzumépítés, mert én sokkal jobban nyomon tudom követni, vagy úgy fel tudom dolgozni azt, hogy mit akar ránk elmesélni, ha ez 6-8-10 részben történik meg, mint ha van egy film, és mondjuk láss megint az Eternals, hogy hogy rengeteg hősünk van, nagyon újak mindenki, és nagyon nagy cselekmény, és nagyon nagy évű. Ezt egy, 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 egy sorozatban sokkal jobban, pláne hogyha egy teljesen föltözragadt fölt történetet próbálsz elmesélni. Vagy olyan összejátszások, mint hogy a Vanda sorozat és a Doctor Strange 2. Tehát a Vanda előzmény az ott van a Vanda vagy jó persze hiszek bosszúállók végjátékban is, meg a filmekben, de össze kell csipegetni gyakorlatilag az ő karakterét, hogy fölépítsd. Tehát gyakorlatilag a néző részéről is van egy, egy, egyfajta szándékosság, vagy elvárnak egy olyan, olyan tudatos hozzáállás, most hiába, hogy azt mondják, hogy például most azt hiszem pár évek, főleg, hogy mióta bejött ugye ez a MCU sorozatok, tehát 21-től, vagy igen, tehát gyakorlatilag kiszórták a kánonból az ABC sorozatokat, és nekem ott van az egyik nagy kedvencem az Agents of uh, Shield, gyakorlatilag én azt végignéztem mind a hét évadot, és ott, uh, ha bár az a sorozat előbb-utóbb egyre jobban levált, és jó tette a, tehát a mozifilmekre utalgasson, hogy miközben a, nem tudom, Age of ultron ez történt, meg Szokóvi egyezmény közben itt is velünk ez és ez van, teljesen leváltak, mert uh, jövőben játszódott, nem tudom, virtuális valóság, mesterséges lények, AI témában nagyon belement, időutazás, abban nagyon jó csavarok. Egy, nekem egy Star Trek szintű történet, 7 hét év alatt, és gyakorlatilag egy egyetlen egy mellékszereplő köré, ha úgy veszik, ez Phil Coulson. Tehát aki gyakorlatilag nem is bosszú álló, bár az egész Avengers, ugye Nick Fury legalábbis így, így alkotta meg, hogy gyakorlatilag ő érte állunk bosszút, bár a iniciatíva nyilván korábban volt, mint az, ami a bosszúállókban történt 12-ben. Szóval nekem például az ilyen ö, sorozatos egyébként, és az még 20, 20 epizódos évadokkal ö, operált ö, az a sorozat az elején, nekem ez jobban tetszik, vagy a DC-ben a Flash a, a kedvencem, mert ö, sokáig építik a karakterét. És ö, jó, tényleg vannak olyan epizódok, mellékágak, amiket már lehet, hogy, lehet, hogy be kéne már fejezni ezt a sorozatot, mert már mindent elmeséltük, már a, tudjuk, hogy mi van a lányával, felesége van, stb. Tehát gyakorlatilag már körbejártuk mindent, és ott van egy csapat ráadásul, és ez a Star idézi, ahol egy teamben működnek a, 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 hősök. Itt ugye a DC sorosztokban mind csapatok vannak, ugye előbb-utóbb egyre többen megtudják, hogy Oliver a zöldiász, és akkor ez is az és amaz hozzácsatlakozik csapatban és nem egyedül küzd a, a hősünk. Tehát ugye azt a világfájdalmat, ami egyes dísz és hősökbe bele van sűrítve, azt így jobban fel tudják dolgozni. Ugye a marvel meg jól működik az, hogy nagyon sokféle karakter van együtt, és az első Avengers azért működik olyan jól, nem azért, mert ott van a nagyon látványos csihipúja a végén, hanem mert a, a karaktereink össze vannak ugrasztva. Nyilván azért Loki jó voltából, de baromi jók azok a feszült pillanatok ott ugye a filmnek az első harmadában, tehát ott teljességgel, mikha nulláról fölépítené, pedig már megvannak az előzmények. Tehát azért talált be az a film annyira, mert évekig és mozifilmeken keresztül fölépítette, és azok a mozifilmek már tévébe jutottak, mire jött a, az első bosszúállók nagyfilm, és közben már tudtad, hogy ki a vasember, tudtad, hogy ki torm, és mit várhatsz, milyen poénok jönnek majd. Tehát itt, amit ti is mondtok, hogy inkább karakterekre ülünk be, és, és tök mindegy, hogy mi történik most a Galaxis őrzé harmadik részében, vagy egy tornégyben, mert a karakterekről szól, bár a karaktereknek a pozíció jelentősen változik. De ezek az egy évadok is, tehát most azt mondom, hogy egy, egy, Vanda egy, egy Maximovat is a, Ebből a sorozatból plusz a filmből nekem az elég volt, és van akire ennyi is elég, de nem mondom azt, hogy a kedvencem. Tehát itt már nehéz lenne mondani, mert egy Tony stark szerintem mindenki szeret. a, a fejlődést, egy hálkot is a Mark Ruffalo és Bruce Banner-t ennek a keveriké... de Én például nem kifejezetten, engem nem lehetne becsábítani. Egy egy, egy állok, nem, vasember nem filmre menjük. bemenjek, egy Hulk film. Én nem láttam azokat a Hulk filmeket, amiket egyébként említettetek, mert engem nem is, nem is érdekel. Na de nagyon-nagyon vészesen fogy a műsoridőnk, és nekem még van két kérdésem hozzátok. Ugye a műsorunk alcíme, vagy a témánk az, hogy a képregények kora, de most hogy képregényfilmek tömkelege tart felénk éppen ebben a pillanatban, és szerintetek tart még a képregények kora? Vagy ez is egy újabb fázis, mint a Marvelnél, meg minden ilyen franchise-nál, hogy 68 fázis van, hogy ez a képregények kora egy új generáció, egy új fázisa? Szerintem olyan értelemben ö, lehet erről beszélni, tehát mondjuk, hogyha egy ilyen hasonlatot hozok, ö, a, a 60-as években is mondjuk a Spaghetti Western volt egy ilyen sajátos műfaj, ami ami eléggé jól meghatározott keretek közé tette a történetet, meg a szereplőit, és amennyire sikeres volt az annó, meg amennyi sok film készült, ugye manapság már nagyítóval kell keresni a Western filmeket. Ilyen szempontból nem tudom, hogy mennyire állja meg, ez nyilván csak majd az idő, mert később tudjuk meg, hogy mennyire állja meg az hasonlat, de ilyen szempontból talán lehet, hogy van egy ilyen kis hasonlóság a képregényfilmek között is. most ugye 2000-es évektől kezdve, hogy ezek ennyire nagyon elterjedtek, és nyilván a, a, a bevételek, bevételi számokban is lehet látni, hogy, hogy most nem is tudom, az év tíz legjövedelmező filméből mennyi, 7-8-9, az, az mind képregényfilm. Ilyen szempontból Szerintem ez még egy ideig biztosan tartani fog, aztán lehet, hogy ebből is lesz egy kis, nem azt mondom, hogy a kipukkan a lufi és teljesen leereszt, de mondjuk például már a Marvel legutolsó fázisánál, a negyedik fázisánál, már messze nem érzem azt a, azt a következetes, jól szervezett történetvezetést, mint mondjuk a, a, az Infinity Saga alatt, tehát amíg a thanos bezáródó történetek voltak, úgyhogy például Marvel-nek kifejezetten érzek egy ilyen minőségi esést. A filmes fronton, sorozatfronton ugye most, most erősítettek be, és ahogy Davis említette, Például a DC-nél ott, 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 ott több dolog fut egyszerre, olyan értelemben, hogy a sorozatokból nagyon sok futott, most már picivel kevesebb, és ők is azért önállóak, a filmek is önállóak voltak, és ugye ott még vannak nagyon sok animációs filmek is, amik, amik közül nagyon sok, nagyon sok tök jó történet van. Szerintem még egy pár évig biztosan belünk lesznek, de azokat a hangokat igazából annyira nem, nem, nem szoktam tudni megérteni, akik panaszkodnak, úgymond, de miatt, hogy úristen, a Csabba és képregény filmek folynak, ami egy részről igaz, de más részről meg, meg, van egy csomó más is azért emellett, tehát nem mondanám azt, hogy, hogy ezek uralják le a piacot, ha bevételi szempontból mégis talán úgy tűnik, de azért ettől függetlenül ugyanúgy készülnek más filmek, és aki, aki azért keres, az, az, az talál nem képregény filmeket is. Ezt én is ugyanezt el, el tudom mondani, hogy e, tulajdonképpen arra ősz be mozira, ami, ami érdekel. Hát mondhatod azt, hogy a kínálatból választasz, tehát például egy, majd egy karácsony előtti héten mi lesz a moziban, azért ott nyilván tehát egy, egy frekventált ö, időpontban, vagy egy blockbusteres napon, milyen filmeket vettek, mondjuk megnéztek a hazai kábel akár, hogy nyilván nem tudsz már olyan hétvégét, hogy ne legyen egy, egy, Marvel film. Nyilván DC filmből mondjuk kevesebb van, tehát abból kevesebbet fogsz látni a, a műsorúságban lapozva, vagy akár a, 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 moziban is. Tehát mondhatjuk azt igen, hogy a, a Disney Plus az, az, masszívan gyártja a tartalmat, de hát például nem vagy kötelező nézni, vagy előfizetni. Tehát ugyanúgy, hogy a képregény volt mellett, vagy az újságos mellett elhaladsz, akkor tehát valamikor téged bevonz, vagy egy olyan életszakaszban, van vagy, és, és megszólít, bár ezt lassanként már tényleg lehet, hogy tulajdonképpen el lehet felejteni, mert tényleg én is, tehát lazán 50-60-as hölgyeket tudok, akik vasember rajongók, és, és, és nincs már ilyen, Star Wars-ban nincs már ilyen, tehát igen, tehát ezek hatalmas kompromisszumok, hogy ezek blockbusterek, igen, 12-es legtöbbször, de igen, készülnek 16-os, 18-as pluszos korosztálynak is, és teljesen műfajilag és karaktereket tekintve is teljesen próbál egyre divergensebb lenni. Van, aki meg ezt mondja, hogy miért van most először neked olyan szuperőst, aki hogy kerül ide egy, egy nem tudom, egy, egy 16 éves pakisztáni lányok belül hogy lesz majd szuperős, hol van már, nem tudom, Hák vagy Vasember ilyenkor. Igen, igen, tehát jó, ha te képregény rajongó vagy, akkor megnézed ezeket, levonod a következtetést, hogy milyen minőséget kaptál mondjuk az a karakter nulláról, hogyan lett fölépítve, tetszette az a történet. Ezek a műfai kísérletezések egyre inkább, tehát most a Marvel egyébként ugyanezt érzem, mint Norvi mondta, hogy mintha nem lett volna a negyedik fázis olyan koncepció, főleg, hogy nagyon elhúzódik, tehát az, hogy például bejelentették a ötödik, hatodik fázis, tehát úgymond, mintha lassabban történne ez a felépítés, és nem is látjuk, hogy, hogy mi, mire fog kimenni, hogy itt a, a multiverzum, mint egy ilyen, ilyen címszó, ez, ez mennyire fog tehát azt mondom, hogy nem tűnnek el a képregényfilmek, hanem egy ilyen tematika köré, tehát most a multiverzumos filmek korát éljük. Bocsáss meg, az esetleg meg egyrészt lejártam a műsoridőnk, másrészt meg nem értem, hogy amit mondtok, hogy nem tűntek el a filmek, meg te is, Norbi, ugye mondtad, hogy nem értesz egyet azzal, akik panaszkodnak a miatt, hogy egyre több hogy a képregények, filmek, és aki keres, azt talál. Hát basszus, nem így van, ha minden évben készült eddig száz film, abból most 80 képregényfilm, a maradék meg 20, meg olyan, mint az eredet, vagy a tenet, vagy egy-két ilyen egy, egy nem franchise-hoz tartozó ö, ö, különálló történet. Mert azért, oké, okay, rendben, mondjuk nem tudom, egy Star Wars film az nem képregény film, de franchise-hoz tartozik, tehát, hogy nem egy. De a különálló filmek kora, lejárt egyébként, az abban teljesen biztos vagyok, és szerintem ez egy egész komoly probléma, már csak azért is, mert bizonyos számú szakember áll csak rendelkezésre, mind grafikai téren, mint forgatókönyvíró téren, mint produceri téren, amikből most elaprózódik, olyanok gyártanak már, olyanok kényszerülnek már ilyen tartalmakat gyártani, akik egyébként nem feltétlenül értenek hozzá, és ez bizony a, a minőséges irányítja. nyilvánvaló elsősorban streaming, meg, meg, tévés piacon, nem mozin, mert ugye azért az még mindig, mindig egyébként kiemelt. Szóval szerintem azért van oka panaszra, É, viszont szerintem sem járt le, vagy szerintem nem járt le a képregények kora. Az, hogy mikor pukkadt ki a Luffy, az egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ebbe már azért annyira nincs sok. Most már nagyon kimaxolták, és bizony mind a két nagy univerzum esetében fennáll már az a kérdés, de elsősorban a Marvel-nél, amit dév korábban mondott, hogy, hogy össze kell csüpegetni egy-egy karakter, tehát lehet, hogy én már be sem megyek, meg sem nézek egy nem tudom, egy Black mert már nem tudom, hogy jó, most ez DC, egy dc is példát mondtam, de nem tudom már, hogy éppen mivel kapcsolódik össze, meg mivel nem. Ha bár, régen is szokás volt összekapcsolás, hiszen a, a Supergirl 80-as vagy 90-es évekbeli Supergirl filmbe is játszik Christopher Reeve, amiben ő a Superman, tehát hogy, hogy, egyébként ez nem, nem új keletű, de azt hiszem, hogy erről a témáról még hosszan-hosszan tudnánk beszélgetni, és jó esetben azért kulturáltan vitat. Úgyhogy talán később majd újra előszedjük majd ezt a témát. Főleg, ha a hallgatóink úgy gondolják, hogy beszélgessünk még er, erről a témáról, van benne még bőven, főleg a, a filmes, filmes kérdésben. Úgyhogy műsorunk végén nem maradt más hátra, mint hogy szeretnélek emlékeztetni titeket, kedves hallgatók, hogy január 19-én érkezik a vágy Szám, és abban a harmadik típusú találkozások című moziról beszélget majd Dév Miklós és Géza, illetve hogy e hónap végén, január 30-án, 18 és 19 óra között ismét Parallax is élőben a YouTube csatornánkon, az élőadás során a legtudománytalanabb filmes bakikról szól majd a diskurzus Norbi Géza és Miklós társas. Médiazabálókkal pedig a tervek szerint legközelebb február 6-án jövünk, addig is kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.